Nagy tisztelettel köszöntöm a 6300.hu nézőit. Bolvári Ferdinánd vagyok, ennek a hírportálnak az önkéntese. Elindítunk egy új sorozatot. Kalocsa különböző helyszínein riportokat készítünk olyan emberekkel, amelyek valamiért annak a helyszínnek tudói, ott elkezdtek valamit, csinálnak valamit, és mélyére szeretnénk nézni a dolgoknak. Az első ilyen helyszíni riportunk a Vidacs utcai játszótér. Ugye a Vidacs utcai játszótér az a Kalocsa 8-as számú választási körzetben van, melynek képviselője, megválasztott képviselője, egyéni jelölt volt, és a helyben lakók nagy többsége megszavazták, Király Róbert. Robi, vezess bennünket körbe, néhány szóba beszélgessünk erről a játszótérről. Itt állunk most annál a táblánál, amely mutatja, hogy 40 millió forintot költött rá a Kalocsai Innovációs Központ. Maga a tábla egy picit furcsa számomra, hogy már ilyen helyzetben van, olyan, mintha nem állna elég stabil lábakon. Igen. Mit tudsz te röviden erről a projektről? Hát először is azzal kezdeném, hogy a maga projektnak a lebonyolítása az nagyban tükrözi az önkormányzatnak a képviselőkhöz, illetve hozzám fűződő viszonyát, ugyanis erről a projektről gyakorlatilag én tudtam meg legutoljára, hogy ez készülőben van. Ugyanis május 30-án a polgármester úr a gyereknapkor bejelentett egy 200 milliós projektet, játszótérfejlesztési projektet. Tehát ugye akkor még erről abszolút nem volt szó, nem tudtunk semmit. Én azt legkorábban, majdnem egy hónappal később, június 24-én az első testületi ülésen tudtam meg, hogy kapunk egy ilyen szép játszóteret. De arra úgy, akkor ez nem a te érdemed, hogy ebbe a körzetbe került ez a játszótér? Hát sajnos meg sem kérdeztek. Az ötlet gazdája, bár ugye én is akartam már ezt, ugye kezdeményeztem korábban is, csak hát ugye mindig pénzhiányra való tekintettel ugye mindenféle kezdeményezésemet egyelőre besöpörtek a pad alá. Úgyhogy ahogy említettem, ezt gyakorlatilag testületi ülésen szembesített fel a polgármester úr, miután ugye kérdőre vontunk pár intézkedését, hogy jó volna, hogyha ezzel a projekttel is foglalkozunk, tehát innen tudtam meg, hogy kapunk egy játszóteret. Robi, sétáljunk be, nézzünk körül, mert ez a 40 millió forint az nekem hétköznapi két lábon járó ember vagyok, azért azt feltételez, hogy itt valami nagy dolgokat fogunk látni. Igen, megnézzük, hogy mit takar ez a 40 millió forint. Mi fér bele ma 40 millió forintba? Ez igazán kíváncsi vagyok, mert ugye annak idején még képviselőként a Damjanics utcai közösségi ház építésében tevékenyen részt vettem. Az 78 millió forint volt, és nagyon sok kritikát kaptam jelenleg regnáló képviselőtől főképpen, aki azt mondta, hogy 78 millió forintért mit? Hát én most össze tudom hasonlítani, de szerintem a nézők is, hogy mi van, igen, ott a Damjanics utcában, nézzük, mi ez a 40 millió forint. Nem beszél róla, hogy amiről most te beszélsz, ott ugye építőipari árrobbanásról beszélhetünk, de hát amit itt látunk, ebben gyakorlatilag építőanyag, a homokon kívül nincs semmi. Tehát ez a fő, ez eleme, fő eleme, igen, ez egy hajótest. Utána jártam, ugyanis én ezt a Kalocsai Innovációs Központtól szerettem volna megtudni ennek a műszaki tartalmát, a költségvetését, tehát egyáltalán mi fog történni, még mielőtt ugye kész lett, tehát akkor sem kaptam, meg mai napig sem kaptam semmiféle információt, úgyhogy fogtam magam, és sima állampolgárként akkor utána jártam a dolgoknak. Kértél árajánlatokat? Pontosan, kinyomoztam, hogy ki gyártja ezt. Nem egy nehéz ügy, mert ezt egyetlen egy gyártó forgalmazza Magyarországon. Ugye, Robin, arra gondolj, hogy közben, mi vállalkozók ezt így szoktuk kezdeni. Tehát kérünk több helyről ajánlatot, mert ugye a saját zsebünknek fáj, hogyha valami többe kerül. Pontosan, úgyhogy elkezdtem nyomozgatni. Nem tartott sokáig, hogy kiderítsem, hogy ezt Nádudvon a Polyduct ZRT gyártja. És hát kértem is tőlük egy árajánlatot, hogy akkor mondják már meg, hogy ezt mennyire telepítik le nekem.
Az árajátban az szerepelt, hogy maga a hajótest az 7,5 millió forint plusz áfa, és egy durván 2 millió forintért hozzák ide, és telepítik, tehát rakják össze, és raknak hozzá 80 négyzetméteres ilyen védősávos homok részt. Tehát, az is benne amiben van a most itt a, az benne van a 2 millióban. Ha, tehát akkor bruttó 15-nél járunk. Nem, ez 9 plusz áfa. Tehát gyakorlatilag bruttó 12 környékén vagyunk 12? Eddig. Tehát ez az elem. Egyébként mutatós, tehát azt kell, hogy mondjam, hogy jól néz ki ez a hajó, tehát 12 millió forint. Így van. A fomokkal együtt. Így van. Aztán kiegészítő elemeket is itt látunk. Ugye van ez a két hinta, vannak ezek a libikókáknak nevezem, ez a kis lovacska, illetve ez a kis ilyen kétszemélyes libikóka. Homokozót látunk. Van egy homokozó. Azért kukák vannak, tehát azért van itt több dolog. Az mi ott az a sárga szélén? Ez egy... Ilyet még nem láttam. Igen, ez a projekt része volt, ezt mielőtt bemutatták, én sem tudtam elképzelni, hogy mi ez. Ezért utána is jártam, szintén. Ez egy kerékpár szervizpontnak nevezett dolog. Aminek az első egyébként ott volt a kerítés mellett, majd valamiért benne a homokba. Most kihozták ide, hogy ne a homokba kelljen már betapicskóni. Ez gyakorlatilag úgy néz ki, hogy van benne egy pumpa, igen? És drótokon rögzített kulcsok. Aha. Meg egy vas szerkezet állvány. Aha. Na most ez az árnyalat alapján ez 430 ezer plusz áfa, tehát 600 ezer forint. Nem mondod. Közpénzt nyelte ez a vasdarab. Maga az ötlet szerintem azt mondom nem rossz, hiszen kerékpárosoknak akarnak ebben kezdeni, csak éppen szerintem nem ide való, mert gyakorlatilag ide kismamák jönnek tolókocsival, gyerekek jönnek maximum kis biciklikkel. Én ezt jobban el tudtam volna képzelni, mint messzesen. Tehát valami olyan része, ugye sok kerékpáros van, kerékpárosok közlekednek, ezt belerakták ide a projektbe, de hát örüljünk, itt van. Nem rossz dolog ez, de én az árat sokallom, megmondom őszintén, de jó, manapság ugye azért meglepődünk sokszor. Jó, hát ez egy... Ez és egy... amiről beszéltem az előbb, ezek a műanyag kis játékok szintén onnan származnak, és ez ilyen úszkve 500 000 forintos tétel, plusz ugye raktak ide négy padot, szemeteseket, ez is egy olyan bőfél millió 600 000 forintos kiadást jelent. Tehát gyakorlatilag én, ahogy számogattam, úgy ugyan 15 millió környékén járunk. Brutto. És próbálom keresni még az összeg maradék részét. Hát, figyelj, ez a deszka se olcsó, tehát azért legyünk őszinték, jó pár folyóméter deszka van itt a homok szélén, ez is legalább egy 200 ezer forint. Legalább. Ugye a homokra is azt mondták, hogy nagyon drága dolog. Aha. Hát ezt is gyorsan kiderítettem, a mosott homoknak 3000-4000 közt van köbmétere. Hát itt ilyen 10. Szerintem 10 centi vastagságban sincs. Itt szerintem 50-60 köbméternél biztos, hogy nincs több. Tehát 1-200 ezer forintnál több a homok se lehetett. Előírás volt a homok, vagy lehetett volna más is? Előírás csak annyiban volt, hogy a játékok meghatározott környékén kell úgynevezett csillapító felület. A homok is jó annak. Viszont ugye betakarták az egész részt, aminek már látjuk, hogy gyakorlatilag az élővilág ezt most már túlnőtte, tehát ugye újra gazosodik, újra füvesedik az egész. Tehát egy technológiai előírásokat betartják, és mondjuk ezt jó mélyen, mondjuk 70 centi, 60-70 centi mélyen kiássák, kicserélik a talajt, és olyat raknak be, amiben a fő nem tud megnőni, akkor azért ennek lett volna költsége. Lehet, hogy papíron ez így is van? Hát, ugye nem láttam, tehát a nem, papír részét... Nem kérted ki? Kikértem, csak ugye említettem már ugye a riport elején, hogy egyelőre nem kaptam meg. De mi az, hogy nem adja ki egy önkormányzati képviselőnek egy 100%-os önkormányzati tulajdonban lévő cég azokat az adatokat, amiket igényel? Nem vagy jogosult ezeknek a... De, csak ugye amikor megszavaztuk, illetve hát én nem szavaztam meg a KIK-nek a megalapítását, illetve most már ugye átvette a közművelődést is, ugye az előterjesztésnek egy pontjában, én emlékszem,
A nézők nem biztos, hogy emlékeznek rá, de én azért megjegyeztem magamnak, hogy ott egy főévként azt írták, hogy jobb lesz az átláthatóság. Na hát ehhez képest gyakorlatilag 3 hónapja nem kapok róla anyagot. Egyelőre, tehát amit én most itt számokat elmondtam neked, azt az én nyomozásom eredménye, az, hogy ők mit raktak be a könyvelésbe, azt majd előbb-utóbb ki fog derülni, hiszen látod, vannak ennek akár jogi része, ami alapján azért meg fogjuk kapni. Látok itt azért kerti bútorokat, amelyek szintén nem olcsók, nagyon igen, jól hát néznek ki. Ennek a rövid története az... Üljünk le, próbáljuk is ki, szerintem, hogy... Rövid története az, hogy amikor már ugye kezdett kész lenni ez a projekt, akkor már az embereknek egy kicsit föl, vagy hát nem kicsit feltűnt, hogy kicsit sok ez a pénz, amit erre költenek, és hát ezt ilyen tűzoltásként a megnyitó napján gyorsan hoztak ide 2 ilyen kiülőt, meg ezt a úgynevezett tűzrakó helyet. Hát ez itt ránézésre az 1 millió forintot azért kóstál szerintem, ez a 2 bútor. Igen, azért ezt hozzá tették gyorsan, ez körülbelül az ilyen 300-400 ezer forintos tétel, amiben ülünk, ez van ugye 2-szer, illetve ez a grillhely is ilyen 150-200 ezer forint, így van, tehát körülbelül még 1 millió forintot akkor ide rááldoztak. És akkor hol tartunk szerint számításai? Hát 16-nál, úgyhogy. 16 millió forint a 40-hez képest. Így van. Biztos az a tábla sem volt olcsó egyébként, ami ott ki van rakva. Igen, ezt elfelejtettem hozzászámolni. De a viccet félretéve, tehát azt gondolom, hogy ez messze túl van árazva. Én azt gondolom, a Hatházi Ákosnak, aki nézi a riportjait, azért lehet, hogy ez is megütné azt a mércét. És akkor még arról nem is beszéltem, ugye, ami miatt én már beteljesztettem a múltkori testületi ülésen egy olyan szabályzott módosítást, ami ugyancsak az önkormányzat és intézményre vonatkozik, akikre, mint önkormányzati cégre nem, de próbáltam azért, hogy ez, ők is próbálják tartani magukat. Ez pedig arról szólt, hogy hívjanak meg beszerzésekkor kalocsai vállalkozókat is. Ezt nem Kalocsai csinálta? Nem. Ezt érdekes módon, nem tudom, van-e összefüggés, de mindenki gondolkodjon arról, hogy a KIK vezetője Szekszárdon dolgozott, Tolna megyei srác, a 3 meghívott, az pedig 3 Tolna megyei cég. Uh-huh. És a dologban például, hogy mennyire látszik az, hogy ez az egész csak papíron működött, például az egyik cég, aki Öcsényi bejegyzett vállalkozás, annak az éves árbavétele nem volt annyi, mint ennek az egész projektnek a költségvetése. Tehát látszik a dolgokon, hogy ők a 3 kötelező vállalkozót meghívták, de hát egyértelmű volt, hogy ki a nyert, és ő szekszárdi nagyvállalkozó, aki a szekszárdi fideszes vezetéssel jó kapcsolatokat ápol, és nagyon sok szekszárd és környéki projektet megcsinál. Ő volt a fővállalkozó. Ő volt a fővállalkozó. Lehet, hogy neki van jogosultsága a játszóterek létesítésére, ugye? Hát a polgármester ugye ebben vágott vissza, de hát a műszaki leírásban és a műszaki tartom abszolút nincs előírás. Tehát nem, akkor Szekszárdról jöttek ide? Hogy ezt a cég saját maga rakta össze. De akkor akkor Szekszárdról jöttek ide, és gyakorlatilag szekszárdi emberek dolgoztak ezen a munkán? Továbbadta a vállalkozóknak, mert én azért nyomon követtem így a folyamatosan, hogy hogy áll az építkezés. Beszélgettem emberekkel. Hát aztán ott kiderült pár dolog, hogy már a 3. cég jön ide. Ja, hát akkor így értem már a drágulást. Tehát ők egy pesti cégnek kiadták az egész munkát, majd a pesti cég továbbadta egy másik cégnek, aki kimondottan ilyen játszótér telepítésekkel foglalkozik, ő pedig erdélyi munkásokkal rakatta össze ezt az egészet. Ők lapátoltak, ők építkeztek itt velük, és jó, elbeszélgettem. Hát akkor... Nagyváradról jöttek. Ez egy tipikus sikertörténet akkor, tehát akkor sok ember részesült ebből a pénzből. Kár, hogy Kalocsai nem volt köztük, egy sem. Egy sem, így van. Robi, úgy tudom, itt te tervezel egy saját pénzből megvalósítandó beruházást, egy kutyapályát. Nézzük már meg, hogy az hova tervezted, és hogy áll az a projekt? Igen, hát ez a projekt pont ez miatt csúszik, mert amikor ugye elkezdtem az engedélyezést az önkormányzatnál intézni, akkor Boromisza Viktor városfejlesztési osztályvezető szólt, hogy
ugye ez előnyt élvez, én ezt meg is értettem, és ugye abban maradtunk, hogy ha kész, akkor tudunk majd beszélni a továbbiakról. Közben ugye azt megtudtam, hogy a hely egyre szűkül, mert ezt a zöld területet más projektre is fel akarják használni, és ez nagy örömöm. Ez mi? Látszik is itt, hogyha közelebb megyünk az alapokhoz, hogy lesz majd itt egy wellness, illetve fitness park, tehát valamilyen, de... Akkor ez még abban 40 millióból? Nem, ez egy külön projekt. Aha. Erről is annyit tudok, amennyit most itt látok. Tényleg? Persze. Tehát, hát erről tehát, a képviselőtestületi ülésen se volt még szó. Egyelőre nem. Onom, de hogy lehet az, hogy egyelőre csak nem azért tudok, az alapok? Azért tudok erről, mert ugye ide szerettem volna a kutyafuttató, és közölték, hogy hát nem, mert ide is lesz valami. Aha. Tehát gyakorlatilag itt lesz valamilyen sport, kis sportcentrum, ilyen kis fitness rész. Akkor ennek mi a fedezete? Nem tudom. Lehet, hogy a 40 millió forint lesz. Örülök neki, ha hozzárakják, mert ugye ahogy számogattuk, abból még jutna ide is. Hát akkor... És akkor ennek a résznek, tehát ez a sarok lesz, egy ilyen 400 négyzetméterest terveztem, 400-500 méteres kutyafuttatót terveztem ide a kerítés vonalába, ugye, és egészen el fog menni oda a padokig. Oda direkt már úgy beszéltem meg Viktorral, hogy rakattunk oda egy vízvételezési lehetőséget, pont azért, hogy a játszótérnek is legyen, meg majd a kutyáknak is, kutyásoknak is legyen víz. Úgyhogy hát ide terveztük, ide még szeretnék ugye fákat rakni, mert hát ugye főleg nyáron azért jobb, hogyha valami kis árnyékot is adna a kutyáknak ez a rész, meg hát a gazdiknak is. Még egyszer úgy visszatekintve azért nem irigylem azokat, akik majd karbantartják ezt a játszóteret. Gyakorlott fűnyíró emberként azért látom, hogy itt ebbe a homokba majd ezt a gazat, füvet lekaszálni, ez nem lesz egyszerű mulatság. Azt föl se tételezem, hogy esetleg valaki majd vegyszerezni fogja, mert hát ugye azért a gyerekek itt turkálnak ebben a homokban. Mit gondolsz, hogy fogják ezt karban tartani? Hát én már akkor, amikor csináltam volna, hogyha nekem adják ezt a projektet, akkor ugye én modernebb technikát választottam volna, és hagytam volna inkább zölden a többi részt. Uh-huh. Tehát van erre már más megoldás is. Van ez az apró gyöngykavics is, amit gyakorlatilag nem kell ekkora területen, csak tényleg a védőterületeken alkalmazni, vagy van az a úgynevezett gumitégla, ami bár picit drágább, de legalább hosszú ideig tart és tartós, és ugye nem viszik anyukák meg a gyerekek haza a homokot a cipőkbe. Na meg arról ne is beszéljünk, most itt látunk egy nagyon kedves házi macskát. Én direkt ezek az állatok valószínűleg ezt a homokot egyéb célokra is használják. Én direkt az előbb nem akartam mutatni, de jó nagyot kellett lépnem, mert egyéb akadályok is ütköztek, amik már fölül vannak a homokon, úgyhogy hát igen, sajnos akarva akarottan, ugye az állatoknak is egy piszkító helyé válik, úgyhogy... Robi, nagyon szépen köszönjük a tájékoztatást, és akkor folytatjuk. Legközelebb ugye te egy másik kutyapályát is tervezel az orosz lakótelepre. A legközelebb akkor azt a helyszínt szeretném, hogyha bejárnánk. Jó. Köszönöm szépen a riportot. Én köszönöm.